Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Egy nagyon egyszerű kis programot fogok bemutatni, valószínű nem napi szinten fogjátok használni, de talán érdemes róla tudni a kalligráfiát. Ez nyilvánvalóan nem japán írásjeleket fog nekünk elkészíteni nagyon szépen, hanem ilyen betűképeket, azaz biztos vagyok benne, hogy esetlegesen leírásokban, vagy szkriptek elején, közepén, akárhol ilyen logószerű feliratokat láttatok, betűk által elkészítve, tehát betűkből összeállított képecske, szövegecske, hozzáteszem, ez valóban csak szövegecske, ami lényeg, felmegyünk a Flathubra, azaz a Flatpak tároló helyre, és megkeressük a kalligráfiát, amit így írnak, megkeressük, és a telepítési leírást elolvassuk, azaz az installra bökünk, és kapunk egy, illetve kettő darab parancsot, akinek olyan a disztribúciója, hogy a szoftver kezelőjébe, vagy egyéb ilyen szoftver telepítő eszközében ott van a Flatpak, és natívan ő tudja telepíteni, ő neki kényelmesebb helyzete van, ő ott megkeresi. Telepítés után elindítjuk a rendszert, illetve elindítjuk a programot. A program elindítása után vagy egy ilyen világos, vagy egy sötétebb képet kapunk, gyakorlatilag hogyan használjuk ezt a kalligráfia elnevezésű kis programocskát. Nagyon egyszerűen mindenki ismeri a használatát, hogyha ránéz, ide beírja a szót, vagy mondatot, vagy egyebet. Egy picit arra motiválok mindenkit, hogy próbáljon meg nagy betűszavakat írni, sokkal szebben néznek ki, sokkal vonalasabbak, sokkal kényelmesebben át lehet alakítani azokat ilyen betűképpé. Beírja, itt megjelenik, azonnal megjelenik, azt javaslom, hogy valóban arra használjuk, amire éppen kitalálták, azaz rövidebb betűs logókat, feliratocskákat lehet vele elkészíteni, amik vagy jól néznek ki, vagy nem. Nyilvánvalóan, hogyha megjelenik valamilyen felirat, kinézet, az nekem nem feltétlenül fog megfelelni. Ide lemegyünk és elkezdünk keresgeni, rengeteg féle variáció van. Van, amelyik hát egy kicsit érdekesebb, van, amelyik egy kicsit ilyenebb. Azaz, hogyha valaki ezen végiglapozgat, és úgy megjegyzi, hogy neki melyik tetszik jobban, akkor nagyon-nagyon szépeket fog találni, illetve lesznek benne olyanok is, amivel igazából foglalkozni nem érdemes. Én úgy gondolom, hogy elég sok kinézet van, azaz mindenki meg fogja találni a saját kinézetnek, saját stílusának megfelelőt, amikor kész van, logikusan ide rákattintva, rátesszük a vágólapra, és beillesztjük abba a szövegbe, amelybe szeretnénk. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, mindenkinek jó Linuxozást kívánok, sziasztok!